Varázslatos lények lakják, akik a fák udvaiban, barlangokban, apró repedésekben húzódnak meg. Az igazán figyelmes, türelmes erdőjáró meg is lesheti őket. Az erdőkerülő Dominik, aki kvaddal jár, azonban még sohasem pillanthatta meg őket. És szorgosan tagadja is, valahányszor csak megemlítik neki, hogy ezúttal esetleg valamilyen furcsaság történhetett az ő erdejében. Ilyesmire határozott állítása szerint eddig még nem volt precedens. Thank you.
teljes megértésének, valamint élvezetének érdekében szinkronfordítás következik. Ezek a fiókák is felnőnek majd, csivitelni fognak, én pedig, ahogy rendesen, takaríthatok utánuk. Pont erre a fára kellett ezeknek is fészket rakni. Rufuszra szokás szerint senki sem figyelt, ám ez nem is bírt különösebb jelentőséggel, hiszen elérkezett a tündéróra. Amikor is az erdő legfélénkebb lakói is előbújtak, hogy ellejtsék szokásos alkonyati táncukat. Nikót, az erdő legbolondosabb lakóját ezúttal is roppantó felkeltette a tündérek tánca. Leszállt az est, s a varázslatos erdő lakói aludni tértek. Vagy mégsem? Az éj csendjét aznap elsőként a kis ázsiai milliómos ex-házi kedvencének az önkéntes számüzetését választó Antak szerszésznek jelszavai törték meg. Jaj, jaj, nekem, te megbántam tettemet, mi sok dologtól váltam meg feleslegesen cserébe ezért a nyugodt szabadságért. Ó, de hiába is magyarázom nektek alsóbb rendű lények, tündérek, démonok, szörnyek és rémek, hát hiába beszélek! Most a kosztázatok a barátomban.
Nem sokán megjelentek az éjszakai élet ismert figurái is, akikről erdőszerte köztudott, zombatesténként sohasem vestek kockára tenni a szerencséjüket. Elsőként James érkezett meg, majd hamarosan csatlakozták hozzá a cimborái is, nevezetesen a kutyasárkány és Móka Misi. No, de mint tudjuk, egyetlen valamire való szerencsejátékos mellől sem hiányozhat, egy vérbeli kibic. Nem értették? Rettentő veszedelem fenyeget! Volt egyszer egy kis beteg. Egy parányi labda. Apja, anyja elrepült, falevélre. Átmászott a fára. Hát ameddig araszolt, oly nagy volt a szája, nem maradt más a nevéből, csak is a csutkája. Kövér hernyó lett belőle, ez neki se tetszett, készített egy bölcsőbábot. Úgy elbújt, hogy nem is látszott. Csoda történt, igaz-e? Nincsen többé kis beteg, nincsen többé kövér hernyó, hanem lepke, szép pillangó. A jövendőlés bizonyosságot nyert, a rettentő sárkány érkezése keresztül, kasul, fenekestül, szóval, de úgy tényleg, igazából felforgatta az erdőlakók nyugalmát.
Illemórák. Hamarosan már önállóan tudok főzni, takarítani, villanyszámlát befizetni. Többé már nem próbálta felfalni az erdőlakókat. Amikor pedig mégis, legalább már használt fog piszkálót. Elsajátította a legdivatosabb tánctípusokat,
s Rufusnak köszönhetően megismerkedett az irodalom szépségeivel is. Világossá vált számára, hogy ittasan repülni igenis veszélyes. No, és persze az is, hogy szandálhoz semmilyen körülmények között sem veszünk zoknit. Dominik ismét megállapította, hogy az erdő rendben van. És most már tényleg. Erről hivatalos jelentésében is tájékoztatta az illetékes hatóságokat. De hogy az erdő lakossága egy bővel bővült, erről csak mi tudunk. És